Imádandó Isten, ó gyújts szent buzgóságot bennünk híveidben. Égéd magva teremjen szíveinkben bőgyümölcsöt. Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet Létáre vasárnapján, Böjt kellős közepén, amely a hálaadó örömre tanít meg bennünket. Ezen az Isten tiszteleten nem lehetünk jelen személyesen, de Jézus Krisztus összekapcsol bennünket az interneten keresztül, az online lehetőségben, az imádságon, a közös éneklésen keresztül. Az úrvacsora évében erre a mai napra szóló üzenetet is szeretném felolvasni, amely pontosan bennünket erősít ebben a nehéz helyzetben. Rengeteg dolgunk van. Néha úgy érezzük, hogy sosem érünk a tennivalók listájának végére. Mekkora ajándék az úrvacsorai hívó szó. Íme minden kész, most pihenhetsz. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Örvendj, Jeruzsálem! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívből újogjatok. Akik gyászoltok, lejjetek vigaszra benne. Sóvárok, sőd, eped az én lelkem az úrházáért. Testem és lelkem újjongva fordul az élő Isten felé. Boldog, akinek te vagy ereje, akit szíve a házadba vivő útra vezérel. A síralom völgye források völgye lesz, amikor a Sion felé átvonulnak rajta. Örvendezek, amikor ezt hallom. Az Úr házába megyünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Örvend Jeruzsálem, jöjjetek, akik szeretitek, és szívből ujjongjatok, akik gyászoljátok, lejjetek vigaszra benne. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, vétkeink ellenünk tanúskodnak, mégis hozzád fordulunk. Ne feledkezz meg kegyelmedről, és ne hagyj minket vigasztalás nélkül. Erősíts szívünket igéddel, hogy ne a földiekért aggódjunk, hanem beteljünk országod javaival az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a kedves testvérek azokat a szent igéket, amelyeket Létára vasárnapjára Anyaszentegyházunk felolvasásul kijelölt. Az első Ézsaiás proféta könyvének 54. fejezetében, így olvassuk a 7. verstől a 10. versig. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvízé többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Áldjuk az urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Hallgassuk meg az evangéliumi igét is, János evangéliumának 6. fejezetéből az első 15 versben. Jézus elment a galileai tengernek a Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyet feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látta a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk! Letára vasárnapjának a graduál énekét éneklem, énekeskönyvünk 357. éneke, Jézus boldogságot. Jézus boldogságom, közeledbe vagyom, te vagy örömöm, lelkem üdvösségét, az életed békét neked köszönöm. Megváltom, jó pásztorom, nálad nagyobb, drágább kincsem, égen, földön nincsen. 100 vihar határ
Urad, megvéd engem. Jézusra tekintek, s múló földi kincset nem keresek én. Hírnevet, nagyságot, sikert itt nem várok, csak te légy enyém. Utamon, ha fájdalmom, és kereszt vár hordom hittel, tőled nem szakít el. Jézus üdvösségem, örömöm, napfényem, te vagy halálig, kik szeretik Istent, azoknak itt minden jóvára válik. Borúban vízbár utam, te vagy fénylő napvilágom, Jézus boldogságom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a kedves testvérek azt a levélbeli szentigét, amelyet Anyaszentegyházunk létáre vasárnapjára, a hálaadó örvendezés vasárnapjára, az igehirdetés alapjául kijelölt Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 7. fejezet 22. versétől a 25. versig a következőképpen. Azt a törvényt találom magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, hadd mondjam így, hogy keresztény gyülekezet. Mert hiszem azt, hogy összekapcsolódunk a hit erejével, Jézus Krisztus közösségében, még akkor is, ha fizikailag nem érezzük egymásnak a közelségét. El kell mondanom testvéreimnek, hogy sok minden bosszant engem a körülöttem zajló világból. És amikor fiatalabb voltam, akkor ennek elég sűrűn hangot is adtam. De vannak dolgok, amelyek még ma is bosszantanak. Ma sem tudok szó nélkül hagyni olyan dolgokat, amelyeket emberek nem tesznek meg, pedig megtehettek volna. Tudják azok, akik közelről ismernek engem, hogy vannak megjegyzéseim, sokszor az érzelmeimnek sem tudok parancsolni. Akikkel együtt élek, akikkel együtt dolgozom, látják ezt, hogy mi az, ami engem föl tud idegesíteni. De ha ki kellene választanom ezek közül a dolgok közül csak egyet, hogy mi az, ami leginkább bosszant engem, akkor én biztos azt mondanám, hogy az emberi tehetetlenség. Az idegesít legjobban, amikor valamit tenni szeretnék, valamire annyira vágyakozom, hogy megvalósítsam, de valamilyen módon mégse tehetem meg, mert nincs meg rá a lehetőségem, az időm, az erőm, a képességem. Bizonyára nem csak nekem voltak furcsa álmaim, a testvérek is már áttegetek ilyesmit, amikor olyanról álmodtak, hogy valami szörnyű vészhelyzetbe kerültek. És megpróbáltak elfutni, menekülni, de nem mozdult a lábuk. Megpróbáltak a kezükkel védekezni, de nem lendült a karjuk.
Próbáltak kiáltozni, de nem jött ki hang a torkukon. Szörnyű ez a tehetetlenség. És ma, amikor sokan fordulnak a képernyő elé, hogy Isten igéjére figyeljenek, talán szomorúak és egy kicsit bosszúsak is, amiatt, hogy nem ülhetnek itt a templomban, a helyükön. A megszokott módon nem találkozhatnak az ismerőseikkel, nem foghatnak kezet, nem ölelhetik meg egymást, nem várhatnak néhány kedves szót. És a lelkészükkel sem foghatnak kezet az Isten tisztelet végén. Szorongás és félelem terheli a lelkünket, és nehéz koncentrálni arra az apostoli szóra, amely megpróbál bennünket örvendeztetni, vigasztalni és bátorítani akar, miközben betegség és életveszély réme vesz körül bennünket. Ézsaiás proféta használja ezt az érdekes kifejezést, egy szempillantás. De jó is lenne, hogyha ez a járvány egy szempillantás alatt eltűnne a fejünk fölül. De nem ez történik. Hetek, hónapok óta halljuk a híreket. Először csak távoli népek nyomorúságán szörnyűködtünk el, de most már közvetlen közelünkben érezzük, tapasztaljuk azt, hogy veszélyben vagyunk. Hogy milyen komoly ez. És tudjuk, hogy most még csak befele megyünk, és csak reméljük azt, hogy hosszú-hosszú hónapok után talán kilábalunk belőle. Van-e reménység? Ézsaiás a felolvasott igében látja népének a sorsát. A babiloni fogság semmi jóval nem kecsegtet. Oda van az ország, oda van a templom, a kultusz, a nép. Hosszú évek, évtizedek nehéz terhe nyomja vállukat. Érzik az emberi tehetetlenségük nyomorát. Szabadulásra vágynak. És ekkor maga az Úr szólal meg a próféta szavain keresztül, és ezt mondja, csak egy szempillantásnyira hagytalak el. Sosem felejtem el azt a gyermekkori élményemet, amikor még a Balatonon nyaraltunk, még egész kicsi fiú voltam, nem tudtam úszni. De édesapám bevitt engem a vízbe egy gumimatracon, és rengeteget játszottuk. Ő egy nagyon mókás ember volt, és mindenfélével viccelődött, kacagtam nagyokat, lubickoltunk a vízben. És bár ingatag volt az a úszó alkalmatosság, mégis biztonságban éreztem magam. De nem kerülhettem el a bajt, lecsúsztam a matracról, és süllyedni kezdtem be a vízbe. Fejjel lefele borultam le. Merültem lefelé, és nagyon megijedtem. Nem is tudom, mennyi idő telhetett el, de nekem végtelenségnek tűnt. De édesapám kiemelt a vízből, és én csak sírtam és kiabáltam, nem láttam a napot, nem láttam a napot. Édesapám magához ölelt, és ezt mondta, csak egy szempillantás volt. És véleim, tudunk-e így gondolni most a mostani helyzetünkre? Elhisztük-e azt, hogy mennyei atyánk csak egy szempillantásra engedte el a kezünket? Hisztük-e azt, hogy valóban örökké való az ő irgalma? Mert ha mi kételkedünk benne, akkor figyeljünk a mi Urunk Jézusnak a szavára. És figyeljünk az ő mozdulataira. Mert Jézus felülemelkedik a mi emberi tehetetlenségünkön. Az egyik legismertebb bibliai történet a kenyérszaporítás csodája. És mi az, ami legelőször szembe tűnik ebben? Talán az, hogy ott az a sok ember, aki körülveszi a mestert, mint olyan, mint a pásztor nélküli juhok, akik támogatásra, biztatásra, vezetésre szorulnak. Olyanok, akik még a saját testükről sem tudnak gondolkodni és gondoskodni. Ugyanis, mikor megkérdezte tanítványait Jézus, hogy hát honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek egyenek? Akkor ők csak széttárták a karjukat, és annyit mondtak, hogy hát van itt egy fiú, van nála 5 kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Az elmúlt hetek nagy félelme, hogy kiürülnek a boltok. Üresek a polcok. Az aggódók felvásárolják a legszükségesebb élelmiszereket, tisztítószereket, védőfelszereléseket. De mi ez ennyinek? Egymást érik a felszólítások, a falragaszok, a figyelmeztetések, maradjanak otthon, de mi ez ennyinek? Kórházakat alakítanak át, önkénteseket toboroznak, mozgósítják a hadsereget, de mi ez ennyinek? Érezzük emberi tehetetlenségünket. Bármit teszünk, a betegség terjedését nem tudjuk megakadályozni. Legalábbis úgy nem, ahogyan mi szeretnénk.
Egyetlen dologban bízhatunk, de ezt nyugodtan elmondhatjuk és hirdethetjük, sőt, bele is kapaszkodhatunk, mint egy erős kapaszkodóba. Jézus felülemelkedik a mi emberi tehetetlenségünkön. Fogja az öt kenyeret és a két halat, és hálát ad. Mai istentiszteletünk fő témája Létáre vasárnapján a hálás öröm. Nagyon sok múlik rajtunk, hogy miként fordul a sorsunk. Most nem az orvostudományra, a logisztika bölcsességére, az erőskezű kormányzásra gondolok, hanem hitünk őszinte és meggyőződéses gyakorlására. Arra a kegyességre, amelyre buzdítja Pál apostol az ifjú Timóteus. És talán emlékeznek a testvérek, hogy a hét elején pontosan ez az ige hangzott el, vagy ezt olvashattuk a Biblia olvasó útmutatóban. Talán épp a legjobbkor. Gyakorold magad a kegyességben. Nekünk, akik otthon ülünk a négy fal között, nem a tehetetlenség adatot, hanem a kegyesség aktív gyakorlása. Ez a mi keresztjén home office-ünk, otthoni munkahelyünk. Ebben legyünk hálások, buzgók és bizakodók. És végül egy kérdés hangzik a nyomorúságban élők ajkáról. Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Döbbenetes mondat ez. Ez volt Jónás kérdése, ez volt Ézsaiás kérdése, ez volt Pál apostol kérdése, és most ez a mi kérdésünk is. Bőti sorozatunk alkalmain elhangzott dr. Varga Gyöngy előadásain, hogy Jónás különlegesen abszurd küldetése során többször kívánta a halálát. Elvégezhetetlennek tartott ezt a feladatot. Lehetetlennek érezte a küldetést. Tehetetlennek érezte magát. Értelmetlennek vélte, hogy fenyegető proféciákat mondjon, mert nem bízott Ninive városlakóiban. Sőt, ami a még tragikusabb, hogy nem bízott Istennek a hatalmában. De ő mégis megmutatta, hogy igenis meg tud szólítani egy tőle elfordult róla tudni nem akaró népet is. Ráadásul egy olyan prófita által, aki maga sem hisz az ige hirdetése hatékonyságában. Pál apostol, amikor vergődik saját tehetetlensége és hide bizonyossága között, érzi a belsejében feszülő ellentéteket. A jót akarja tenni, de a teste rosszra csábítja. Isten törvénye szerint akar élni, de a bűn foglyul ejti gondolatait és cselekedeteit. Mégis hálás azért, hogy ismeri Isten akaratát. Örül annak, hogy Krisztus őt is megszólította és szolgálatára rendelte. Ezért tud reménységgel előre tekinteni, hátralevő életére és küldetésére. Ő álljon most előttünk példaként. És az ő bizodalma bátorítson minket is arra, hogy emberi töredékességünk ellenére nem hiába való a mi könyörgésünk. Isten Jézus Krisztus által győzi le a gonosz hatalmakat, a félelmeket és a bennünk élő bizonytalanságot. Az ő kezébe tehetjük le sorsunkat. Örvendezve tekinthetünk rá, és bizalommal várhatjuk az ő szabadítását. Érezzük tehát a tehetetlenségünket, kényszerű korlátainkat. Nem ülhetünk itt a templompadokban, nem mosolyoghatunk egymásra, nem válthatunk szót lelki testvéreinkkel a szokott módon. Ugyanakkor ott van a kezünkben a mi kedves énekeskönyvünk, halljuk az orgonaszót, lélekben összekapcsolódunk gyülekezetünk tagjaival, az imádságban és a hitvallás szavaiban. A végtelen Isten az ő hatalmával felülemelkedik a mi emberi tehetetlenségünkön. Ő legyőzi elszigeteltségünket, szorongásunkat és félelmeinket. Reményt és jövőt ad mindnyájunknak. Ez ébreszen hálát és örömet a szívünkben bőjt időszakának a kellős közepén, hogy felkészüljük Húsvét felszabadító üzenetének befogadására. A feltámadott Úr köszöntésére. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy te velünk vagy gondjaink, félelmeink, bizonytalanságunk közepette is. Köszönjük a te erős karodat, amely ott van, kinyújtva felénk, és mi belekapaszkodhatunk. Kérünk, te oltalmazd bennünket a veszély idején, te adj bölcsességet, kitartást és türelmet. Benned bízunk, Urunk. Te felül tudsz emelkedni minden emberi gyengeségen, minden bajon, minden súlyos tragédián. Várjuk a te szabadításodat.
Testvéreim az Úrban, áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, engedjék meg, hogy néhány információval ellássam azokat, akik érdeklődnek gyülekezetünk eseményei iránt. Az elmúlt vasárnap családi istentiszteletet tartottunk mindhárom istentiszteleti helyünkön. Köszönöm Szidoli Roland, 6. évesünk kreatív közreműködését. Az istentiszteletet követően megkoszorúztuk Aulich Lajos emlékművét a parókia udvarán. Kedden, az akkor még megengedett módon vezetőségi ülést tartottunk. Előkészítettük egy online presbiteri ülés és szavazás anyagát. Az elmúlt hét folyamán egyre szigorúbb intézkedéseket vezettek be hazánkban a koronavírus járvány miatt. Ezért az iskolák átálltak a digitális munkarendre, amely a hittanórákra is vonatkozik. Folyamatosan tanuljuk ezt az új módszert, kérjük és várjuk a testvérek türelmét és együttműködését. Sajnos minden területen szüneteltetnünk kell közösségi alkalmainkat. Így a bejelentett kereszteléseket és esküvőket is határozatlan időre elhalasztjuk. A lelkigondozás formáit is keresjük. Az egyik ilyen lehetőség a naponkénti online jelentkezés egyházközségünk Facebook oldalán. A cinkotai kegyelemcseppek holnapunkról is elérhetők most már, és vissza is nézhetők. Szomorú szívvel jelentem be, hogy gyülekezetünk korábbi szorgalmas templom látogatója és bibliaórása Kovács Erzsébet a Vidám Verseny utcából 68 éves korában elhunyt. Szűk családi körben búcsúznak majd tőle. Testvérünkre a záró imádságban emlékezünk. Előre tekintve hirdetem a következőket, hogy továbbra sem tudunk közösségi alkalmakat meghirdetni és megtartani. De online folytatjuk a cinkotai kegyelemcseppek adásait napunként a déli harangszó után. Az interaktív keresztút sem látogatható, viszont március 30-ától a kegyelemcseppek műsorában fogom majd bemutatni egyenként az egyes stációkat. Folyamatosan zajlik a digitális hitoktatás. A gyermek bibliakör tagjait is szeretnék majd elérni nekik szóló üzenettel. Telefonon is igyekszem felvenni a kapcsolatot egyedülálló testvérekkel is, ezért kérem jelezzék igényüket a lelkészi hivatal telefonszámán, a vonalas számunk a 709-5607, vagy az egyházközség mobil számán a 20-as körzetszám 3177 884-es telefonszáma. Egyházunk egy kiadványjal is szeretne hozzájárulni a hívek lelki táplálékkal való ellátásához. Ez hamarosan meg is érkezik az önkéntesek segítségével, és szeretnénk el is juttatni mindezeket a postaládákba. Aki ebben részt tud venni, kérem, jelentkezzen a lelkészi hivatalban. Kérjük testvéreinket, hogy aki megteheti, a perselybe szánt adományait juttassa el gyülekezetünk pénztárában, vagy átutalással, vagy gyűjtögesse otthon egy borítékban, és adandó alkalommal jelezzék, hogy mikor mehetünk el érte. Köszönjük megértésüket! A személyi jövedelemot adó 1-1%-a is felajánlható a Magyarországi Evangélikus Egyháznak és az alapítványoknak, a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítványnak. A szükséges adatok honlapunkon elérhetők. Végül jelzem azt is, hogy megjelent a Híd magazin, amelyből már néhány példányt előre megkaptam, és aki szívesen olvassa ezeket, azokat szeretnénk majd kijuttatni az érdeklődőknek. Jövő héten pedig az Evangélikus Élet megjelenő
számának mellékleteként előfizetőink meg is kapják ezt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy gondoskodsz rólunk és naponként oltalmazod életünket. Ezért örvendezik a szívünk akkor is, ha a hétköznapjaink tele vannak kétségekkel és aggodalmakkal. Te rád bízunk életünket. Könyörgünk egyházunkért és az egész kereszténységért. Tanúidat ruházd fel erőddel mindenütt a világon. Különösen a most kialakult vészhelyzetben, hogy a kereszt evangéliuma terjedjen, sokakat megörvendeztessen, és így az üdvösség örökösévé tegyen. Könyörgünk gyülekezetünkért. Növeld közöttünk az egységet, még az egymástól való elzártság idején is. Add, hogy félretéve minden vetélkedést, viszálykodást, jó példájuk legyünk annak a szeretetnek és szolgálatkészségnek, amelyet fiad által ismertettél meg velünk. Könyörgünk a betegekért és orvosaikért, az ápolókért, az egészségügyben dolgozó minden szakemberért és önkéntesért. Óvd őket a veszélytől. Akik életük kockáztatása árán segítenek másokon, azoknak add bátorításodat és annak a reménységét, hogy elnyerik jutalmukat. Légy a haldoklókkal, fogd kezeket és kísérd be őket országodba. Vigasztalásoddal adj békességet a gyászolóknak. Így kérünk most téged, emlékezzél meg Kovács Erzsébet testvérünkről, aki őszinte szívvel ragaszkodott hozzád, és minden időben felhőtlen örömmel tanúskodott arról, hogy a te gyermeked lehet. Fogad most őt magadhoz, és add meg neki a tökéletes életet az örökké valóságban. Légy velünk is életünk minden napján, és vezess el minket mennyei országodban, mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében még együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül pedig fogadjátok az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet. Amen. Thank you.